Köszöntöm nézőinket, Kaposmenti magazinunkat látják. Deli Kinga vagyok, és mutatom, mit kínálunk a következőkben. 320 millióból bővült a református óvoda Dombóváron. Kapos szekcsőt elöntötte az ár, hatalmas károkat okozott. Kispolgárok parkja Kocsolán. Eredményt hirdettek a Földi István könyvtár meséíró pályázatán. Hangszerek tömkelege várta az érdeklődőket a Dombóvári Művelődési Házban. Dombóváron 320 milliós kormányzati támogatással a Magyarországi Református Egyház országos óvoda programjának keretéből új épületrésze bővült a Margaréta Református Óvoda. Az átadón beszédet mondott Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Isten tisztelettel vette kezdetét a Dombóvári Margaréta Református Óvoda új épületrészének átadása. Az intézmény bővítését a növekvő érdeklődés indokolta, ezért döntöttek úgy, hogy megvásárolják az egykori társasházat és átalakítják az épületet. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője fontos térségi fejlesztésnek tartja a beruházást. Örülünk annak, hogy egy újabb beruházás valósult meg, mégpedig a református óvodának a felújítása, az új épület felépülte, illetve réginek a korszerűsítése és az udvar rendbetétele. Ez összesen közel 320 millió forintos fejlesztést jelent. Ezt nyilván lehet úgy értelmezni, hogy egy óvodának a felújítása, úgy is lehet értelmezni, hogy egy református óvodának a felújítása, de ugyanakkor szerintem a város életéhez is ez nagyon-nagyon hozzátartozik és passzol a fejlesztések sorába. Jó látni azt, hogy nem csak a körzetem különböző településein tudtuk az óvodákat felújítani, sőt újakat is építeni. Hadd soroljak egy párat, Kaposszekcső, Hőgyész, Kisvejke, Váralja, Bonyhád, Dombovár, és most újra egy ilyennek vagyunk az átadásán, hanem határokon túl is végezzük ezt a munkát, úgyhogy odafigyelünk a gyerekekre, odafigyelünk a családokra, és a közösségeket építjük. Láttuk ezt a szép műsort, ez is ezt példázta. A Dombóvári Margaréta Református Óvoda csoportjai készültek ünnepi műsorral erre a fontos eseményre, melynek köszönhetően szeptembertől nagyobb létszámmal működhet az intézmény. Jelenleg 4 csoportos óvodaként működtünk, így most 5 csoportos óvodaként fogunk működni. A régi épületünkből egy csoportot átköltöztetünk, és egy plusz új csoportot indítunk. Videó Cínéd Oszpod Mária előző vezető volt, akiben megfogalmazódott ez, és volt ez a pályázati program keretén belül valósulhatott meg Esperes úr támogatásával. 2018-ban kezdődött ez a történet. Az óvoda életében eleinte nem szólt bele, mert külső, ameddig lehet kívülről folyt a munkálat, aztán amikor a külső bejárat bezáródott, akkor jártak keresztül rajtunk a munkások, megoldottuk. A fejlesztés kormányzati támogatással a Magyarországi Református Egyház országos óvodaprogramjának keretében valósult meg. A gyermekek az első számú értékek, és értük mindent megteszünk, hangsúlyozta Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Láttuk és hallottuk gyermekeknek a műsorát. Mind kulturális szempontból fantasztikus volt, de azt kell mondani, hogy hit szempontjából is nagyon szükséges az, amit itt tanulnak, és nem csak itt, hanem szerte az országban. És amikor elindítottuk a református óvodaprogramot, illetve hozzáteszem később a katolikust és evangélikust, hogy nyilván az volt a cél, az volt a szempont, hogy minél több olyan gyermek kapjon lehetőséget keresztény nevelésben, akiknek a szülei szeretnék, hogy ilyen óvodába járjanak, de eddig nem volt meg a megfelelő létszám, nem volt meg a megfelelő minőség. És hogyha csak a református óvoda programot nézzük, és nem is Kárpát-medencében, hanem most itt Magyarország területén, akkor mindenképp megdöbbentően vagy fantasztikusan nagy számok jelennek meg. Közel 40 milliárd forintból 3200 új óvodai férőhely keletkezett, vagy keletkezik, építenek most még, illetve 700 megújult, vagy pedig meg fog újulni a következő hónapokban, években. És mindez azt jelenti, hogy azok a gyermekek, illetve azok a szülők, akik
ilyen óvodába járnak, illetve járatják a gyermekeiket, azoknak teljesen más minőségű lehetőség jut, mint adott esetben 5 vagy 10 vagy 30 évvel ezelőtt. De ami legfontosabb ennél, az a beltartalom. És azt gondolom, hogy az egyházaink a nevelés, az oktatás mellett olyan lelki plusz tudnak adni, amire óriási nagy szükség van. Az ünnepélyes átadón Veres Sándor, a Dunavelléki Református Egyházkerület főgondnoka számolt be a 30 milliárd forintos állami támogatásból életre hívott projektről a megjelenteknek. Ahogy fogalmazott, ez egy kiemelkedően fontos és meghatározó fejlesztés a magyarországi református egyházé számára. Pintér Szilárd polgármester köszönetét fejezte ki mint a református egyházkerületnek, mint az igénylőknek, továbbá Soltész Miklósnak is, amiért a településen új, minden eddiginél korszerűbb óvoda épülhetett fel. Nagy öröm számomra, hogy a Református Egyház 18-ban egy lehetőséget megragva döntött úgy, hogy pályázik odaépítésre. Még nagyobb öröm, hogy úgy döntöttek, hogy ezt Dombváron fogják megépíteni. Mint minden építkezésnek Magyarországon, ennek is megvolt a hányavetett sorsa, de hál' Isten elkészült. Azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy a 2022-es évben április 1-én át tudtunk adni egy kibővített bölcsödét új csoportszobával. Ezt követően át tudtuk adni ma itt a Református Óvoda két új csoportszobáját. És azt mondom, hogy nem állt meg a sor, hiszen a köszöntőben is mondtam a héten sajtótájékoztató mentén, kiderült, hogy a katolikus egyház is úgy döntött, hogy egy 5 csoportszobás új óvodát épít Dombaváron. Tehát azt hiszem, hogy Dombavárnak van jövője, sokan bíznak Dombavárba, és hogyha ezt messzerű is így látják, egész biztosan, hogy a helyiek ugyanígy ítélik meg. A szalagátvágást követően az ünneplők megtekinthették a rendkívül modern épületet, ahol az új csoportot ősszel indíthatja el a Margaréta református óvoda. Hatalmas villámárvizet okozott csütörtökön egy szinte egy helyben álló intenzív zivatar Dombovár környékén. A hirtelen lezúdult eső mennyiségét nem bírták el a kaposszekcsői árkok, így a település jelentős része gyakorlatilag víz alá került, akár csak az ipari park és a Liget lakótelep. A Dombóvárt kaposszekcsővel összekötő 611-es számú főút 4-es kilométer szelvényénél a Szilárd útburkolat beszakadt, teljes útlezárás van érvényben az érintett útszakaszon. Az utóbbi időben Kaposszekcsőn többször is akkora esőzés volt, hogy a lehullott csapadék mennyiségét nem bírták el az árkok. A legutóbbi vihar pedig komoly károkat rótt a településre. Gyakorlatilag minden elöntött udvarból sarakat kiszedtünk, próbáltuk helyrehozni. Nagyon nagy közösségi összefogás volt, környező településekről közmunkások érkeztek, a vállalkozók megérkeztek, felajánlások érkeztek, tehát hogy mindenki, hála Isten, ide állt és segített nekünk, ezért nagyon hálásak vagyunk. És ezek után kezdődik, hogy most tényleg a házak rendben vannak, vagy rendben lesznek. Ezek után kezdődik a tényleges kárfelmérés. 4 ház vált úgy tűnik lakhatatlannál, ebből 2 családot kell elhelyeznünk máshogy, akik nem tudják megoldani a lakhatásukat. És most gyakorlatilag azoknak az elhelyezése után most felmérjük, hogy mik azok a tényleges károk, amik bennünket is érintenek. Gyakorlatilag lakossági szinten ugye a biztosítókkal tudják csak rendezni, van akinek sajnos nincs biztosítása, vannak földcsúszamlásaink, akit földmunkások már segítettek, de hát ezek mind nyilván nem kérhetjük ingyen, tehát ezek pénzbe fognak kerülni, hogy ugye helyrehozzuk. Emellett ugye vállalkozásoknak rengeteg kára lett a lakosságon túl, ugye az egész ipari parkot, illetve a Liget lakótelepet is elmosta az ár. Több százmilliós, vagy akár milliárdos károk is keletkeztek szerintem a nagy cégekbe. Mindenkinél bennáll a sár, mindenki most takarítja, és hát ők meg még majd azután tudják megmondani, hogy mi lesz a saját káruk. Az önkormányzat képviselőtestülete rendkívüli ülés keretében tárgyalta azokat a feladatokat, amik rájuk várnak a károk elhárítása érdekében. A településen több helyütt alámosta az utat a víz, akár csak a 611-es számú főút 4-es kilométer szelvényénél, Kaposszekcső és Vásárosdombó között, ahol a Szilárd útburkolat mintegy 3 méter hosszan teljesen beszakadt. Az úttest alatt lévő átereszt várhatóan újra kell építeni, ami egy hónapot vehet igénybe. Az útzárat csak ezután lehet feloldani. Emiatt most teljes útlezárás van érvényben. Itt most nekünk azt mondta a közútkezelő, hogy körülbelül egy hónapot
kell várni, hogy ott ismét megindulhasson a forgalom. Bízunk benne, hogy ez azért előbb sikerülni fog, de hát meglátjuk. Két megoldás van, vagy az ipari parkon keresztül mennek egy nagyon szűk úton, de arra fog járni a volán is, illetve hát gondolom a teherautók is. Tehát ez vélhetően ekkora forgalom mellett nagyon megterhelő lesz mindenki számára. A másik pedig az, hogy Mágocs felé tudnak még kerülni, az meg időben hatalmas kerülő. Az önkormányzat minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy segíteni tudja a lakosság kárainak elhárítását. Igyekeztünk, de nyilvánvaló, hogy mindenki elkeseredett, nyilvánvaló, hogy sokkal többet szeretnénk, próbálkoztunk. 3 hete folyamatosan jönnek az esők, gyakorlatilag mindegyik után a gócpontok mindig ki voltak pucolva, annyi, hogy most a tegnap délután végeztek. Még az átereszeket se bíztuk a lakosságra, tehát ott is a mi közmunkásaink még ott is kikubikolták, pont végeztek, amikor megjött az eső, örültünk is, hogy az első etapot elvitte, és hát utána jött a 120 ml, amire nem lehet felkészülni, ami már ezen meg árkokon, meg mindenen túlment. A képviselőtestület most azon munkálkodik, hogy valami megoldást találjanak a hasonló nagy esőzések okozta ár megelőzésére, a vízelvezetés problémájára. Nincsen földünk, nincsen olyan megoldásunk, ahol úgymond szabadon garázdálkodhatunk, tehát gyakorlatilag úgy kell megtalálni a legjobb megoldást, ami már évek óta nem sikerült, hogy senkinek az érdeke ne sérüljön, de mégis egy jó megoldás legyen. Hát ez lesz a legnehezebb feladat, most annyi, hogy ismét elkezdünk. Van egy tervünk, ami nem biztos, hogy megfelelő, illetve nem tudtuk engedélyeztetni. Most próbálunk más irányba menni, meglátjuk, de biztos, hogy rengeteg pénzbe fog kerülni. Gyakorlatilag évek óta van több verzió, és különböző érdekek mentén még egyik se vált be. A helyiek és a környékbeliek egy emberként dolgoztak azon, hogy az ár utáni sarat mielőbb eltakarítsák. Újabb facsemetékkel bővült a Kispolgárok parkja Kocsolán. Az önkormányzat a tavalyi évben indította útjára a faültetési akciót, most 2021-ben született babáknak ültettek szüleik összesen 14 facsemetét. Büszkén ragadták meg az ásót a tavalyi évben érkezett gyermekek szülei. Mindenki az által választott facsemetét ültette a földbe. Mi nem itt lakunk Kocsolán, úgyhogy én kérdeztem meg igazából a polgármester asszonyt, hogy ültethetünk-e fát, mert szerettünk volna. Úgyhogy ezt a kis díszszilvát választottuk, mert ez itt el volt dőlve, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy a szerencsét fog hozni, úgyhogy ezt a szép fát ültettük mi a Teónak. 14 kis facsemetével bővült a Kispolgárok parkja Kocsolán. Idén a 2021-ben született gyermekeknek a fáit ültettük el, összesen 14 kis facsemete várta gazdájára, úgyhogy nagy öröm számunkra, hogy azért ilyen sokan születtek a falunkba. Minden fára szívet akasztottak, amelyen megtalálható tulajdonosának neve és születési ideje. Így később, ha gyermekek szüleikkel együtt kilátogatnak a parkba, könnyen megtalálhatják a saját csemetéjüket. Ez az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanon vagyunk. Ez egy romos épület volt itt, úgyhogy nagyon sok munkánkba került, mire ezt a kis területet így el tudtok érni, hogy ilyen állapotba kerüljön. Már 2019-ben elterveztük ezt a Kispolgárok parkját, csak ugye közbeszólt a koronavírus, így nem tudtuk megvalósítani ezt a parknak a létrehozását. Az eseményen részt vett Porpáci Attila plébános is, aki hangsúlyozta, a faültetés egy szimbólum. Ha ránézünk ezekre a fákra, akkor a fáknak megvan az a jó képessége minden tavasszal, hogy nyújtóznak az ég felé, a fény felé. Szeretnék megszerezni, bizony még egymás elől is versengve, a leveleik által az életet, az életteret. De jó lenne, hogyha az emberekben is lenne ez az igyekvés, nem is a másik elől elvenni, hanem megszerezni mindazt az éltető erőt, bölcsességet, emberi kapcsolatot, szeretet, a közösséget, amely bennünket aztán boldoggá és kiegyensúlyozottá tesz. Ne csak a fák nőjenek nagyra, hanem a gyerekek is. Többek között ezt is jelképezi a Kispolgárok parkja. A növényeknek is ez a meleg segíti, hogy fölmenjen a gyökértől egészen a fa csúcsáig a nedvesség. Ezért kell tehát egy jó nedves táptalaj, és kell ez a nagy meleg, akkor egyre nagyobbra tudnak nőni a növények.
és hogyha szabad ennek a szimbolikáját használni, mi is ezt szeretnénk családként adni. Nem elég a biztonság, hogy a gyereket nem üti el az autó, nem elég a táplálék, nem elég a meleg, nem elég, hogy csak úgy elküldtem egy iskolába, és akkor az állampolgári kötelességeimet teljesítettem, hanem ezeknek a gyerekeknek mi azt szeretnénk, hogy életerősek lehessenek, talpra esettek, önállók, nagyszerűek. Szeretnénk azokat a feltételeket megteremteni, azon vagyunk, hogy a fiatalok itt maradjanak, és érezzék jól magunkat településünkön. A településvezetés azt várja, hogy a faluban még több gyermek szülessen, hiszen bőven van még hely a parkban az újabb facsemeték ültetéséhez. Dombóváron a Földi István könyvtár hirdetett meseíró pályázatot, melynek már hagyományai vannak az intézményben. A diákok felé semmiféle megkötéssel nem értek a szervezők, annyit kértek, hogy engedjék szabadjára a fantáziájukat, vessék papírra a megszületett történetet, és juttassák el a könyvtárba. A zsűri már az eredményeket is kihirdette. A Földi István könyvtár két kategóriában hirdette meg meseíró pályázatát. Az első kategóriában általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak a meseit, a második kategóriában általános iskolák felső tagozatos diákjai és kisgimnazisták meseit várták. Az első kategóriában 18, a másodikban pedig 29 mesét küldtek be, tudtuk meg az egyik zsűritaktól. Egy mese az mese, legyen élvezetes, már a címe is hívja fel a figyelmet magára, legyenek benne jó szereplők, mesei fordulatok, izgalmas történet. Szóval minden, amit egy mesétől elvárunk, legyen benne, és akkor az egy jó mese. És 47 csodás mese, 45 gyerektől igazán nem is gondoltuk. Az elmúlt években ugye a vírus és egyéb kapcsán kicsit megcsappant a versenyzőknek a száma, úgyhogy idén ez a rengeteg mese nagyszerű volt, és nagyszerűek voltak a mesék. Tehát, minthogyha a rákészülés ideje segített volna a gyerekeknek ahhoz, hogy csodákat hozzanak létre. Ott volt a hős, a katona, a királyfi, a sárkány, mindenki ott volt, akinek lennie kellett. A kisebbek nagyon kedvelik az állatos történeteket, a kedvenc cicát, a talált cica, az például egy ilyen gyakran visszatérő fordulat. A barátságok nagyon gyakran megjelennek a történetekben, mesehősök, egymással barátok, egymást mentik meg. Én azt gondolom, hogy a saját életük, ahogy ez ennek lenni is kell ebben a korban, ott van a mesében még. Minden mesének van tanulsága, hiszen valakinek a lelkéből indul ki az a szép történet, amit aztán kikerekít, hogy úgy mondjam, de mindegyiknek volt mondani valója, és felnőtt fejjel is érdemes ezeket nyomon követni. Mi nem tudtuk tényleg, hogy kinek a meséjét, azt tudtuk, hogy 10 év alatti, vagy 10 év feletti, és így olvasgattuk a történeteiket. Nincsen megkötés. Így aztán a legkisebbek is, ugye a 6-8 éves, aki még csak éppen kezdte a fogalmazást, gyönyörű gyöngybetűkkel a vonalas lapon is beküldhette a történetét, vagy pedig hát ugye a számítógépen írta meg 3-4 oldalt, azt is örömmel olvastuk. Az eredményhirdetés alkalmával közreműködött Deli Orsolya és diákja Kiszler Benedek, akik műsorukkal színesítették ezt az ifjú meseírók számára fontos pillanatot. A 47 mese 4 iskola diákjaitól érkezett, akik a fantáziájuk szülte történeteket vetették papírra. A pályázók oklevelet vehettek át, a kategóriák dobogósai pedig emellé könyvet és egy logóval ellátott pólót kaptak Újhelyi Mónikától, a meseíró pályázat életre hívójától. A kategóriák első helyezettjei büszkén számoltak be a mesékről, amelyekkel elkápráztatták a zsűrit. Palánki Sára ki szerette volna próbálni magát, ezért vetette papírra a következő történetet. Egy pásztor fiúról szólt, aki hát kiszabadította a királylányát, mert arra volt a sárkány. Kincső ma már nem csak hallgatni szereti a meséket, ő maga is szívesen gondol ki történeteket. Az én mesém címe az Élet forrása, és azért indultam ezen a meseíró versenyen, mert nagyon szeretem kiskorom óta a meséket, és anyukám mindig meséket olvasott nekem. Most volt az első próbálkozásom, hát nem gondoltam volna, hogy első helyezett leszek. A tipikus mese szereplők a 3 királyfival indul, akinek megbetegedett az apjuk, és el kell menniük az életforrásához, hogy hozzanak egy pohár vizet, és hogyha megissza az apjuk, akkor meggyógyul az apjuk, és újra vidám lesz.
A meséket íróik és a zsűri tagjai ismerik csak egyelőre, de ki tudja, lehet egyszer mi magunk is olvasói lehetünk ezeknek a gyermek fantázia szülte történeteknek. A Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programjának célja, hogy minél többen találkozzanak a hangszerekkel, fogják kézbe és próbálják ki azokat, ezáltal pedig sokakat rávenni arra, hogy zenéljenek. Dombóváron erre két alapfokú művészeti iskolában is van lehetősége a diákoknak. Dombóvárváros alpolgármestere Kerényi Zsolt is hangszert ragadott annak az országos szervezésű rendezvénynek a megnyitóján, melynek 58. helyszíne volt a település. A hangszert a kézbe kiállítás egy jó kezdeményezés, ahol a gyerekek ismerkedhetnek számos hangszerrel. Ahogy az alpolgármester fogalmazott, sokkal boldogabb életet tud élni az, akinek a zenével kapcsolata van. Lehet ilyen nagy szavakat mondani, hogy a személyiségfejlődés szempontjából nagyon fontos. Ez biztos nagyon igaz is, meg tudományosan is hangzik, de talán egyszerűbb megközelítés, hogy sokkal boldogabb életet tud az élni, akinek a zenével kapcsolata van. Bármilyen szinten, a legmagasabb szintje, hogy ezt aktívan űzi, és valami hangszert fog a kezébe. Az öcsém nekem harsona művész lett, ami azt jelentette, hogy körülbelül 9 éves korától napi 3-4-5 órát gyakorolt, és egy szobában nőttünk föl, hát azt hiszem ez mindent elmond arról, hogy együtt nőttem föl a zenével, aminek azért voltak árnyoldalai is, de hát több volt benne sokkal a pozitívum, és hát ezért van némi közöm nekem is a zenéhez. Két alapfokú művészeti iskola is működik Dombóváron, elég sok tanszakkal, tehát különböző hangszereket lehet tanulni. Mondhatom azt, hogy szinte minden klasszikus hangszert, és ezen kívül nagyon sok amatőr és kevésbé amatőr zenei formáció együttes is működik. Tehát akinek van ilyen fajta terve, affinitása, az megtalálja a lehetőséget Dombóváron. Hogy nagyon sokan autodidakta módon is tanulnak, és most már azért erre komoly lehetőség van az interneten keresztül. Dombóvár alpolgármesterét is magával ragadta az a sok hangszer, amivel a hangfoglaló program a városba érkezett. De hihetetlen látványos. Tehát én bejöttem ide, végignéztem a hangszereken, a termeken, és meghallottam azokat a profi zenéket, amik megszólalnak, és leesett az állam. És hát jó itt lenni tényleg. Én úgy jöttem ide, hogy gyorsan mondok egy-két gondolatot, és ez most már másfél órája volt, és azt hiszem, hogy maradok is még, mert jó itt lenni. A legelső lépcsőfok, hogyha látszik, ez a legnagyobb méretű dob, amit lentebb van. Őt úgy hívjuk, hogy lábdob. És azt nem látjátok, de a másik oldalon van egy pedál. És ezt így a jobb lábammal tudom megszólaltatni. Az országjáró zenei játéktéren és ismeretterjesztő programsorozaton az érdeklődők az interaktív hangszerkiállítás keretében elismert szakemberek közreműködésével próbálhatták ki a hangszereket. 2017-ben indult el ez a kezdeményezés, tudtuk meg a program megálmodójától. Miután a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programja mellé állt, 17 februárjában elindulhatott az első, és akkor még azt gondoltuk, hogy jó, csinálunk belőle 8-at, aztán befejeztük, de már az első alkalmaknál jöttek a városok, hogy hú, de hát ezt mi is szeretnénk, művelődési azok, hogy ez hozzánk is eljuthatna. 7 hangszercsoport van, amit nem egy egyszerű dolog, ugye, mert ezek hangos dolgok. Ugye van gitár, basszusgitár külön, vannak az ütősök, a dobnál ott ugye azért nagyon sok elektromos dob van, ugye a gitárokat fejhallgatóval lehet kipróbálni, vannak billentyűsök. Ezen kívül van egy speciális ének szekció, ahol az éneket lehet kipróbálni, van modern elektronikus zenei, és ami az elején nem volt, de most már jó ideje utazik velünk, az egy világ és komoly zenei hangszercsoport, hogy abba is bele lehessen kóstolni, azt is legalább egyszer kézbe lehessen venni, és őszintén megmondom azzal, hogy már így 50 felé hegedűt először én egy ilyen kiállításon szoríthattam a nyakamhoz, mert nekem se volt rá alkalmam, és hát jó szórakozás, és nagyon remélem, hogy nagyon sok gyereknek ez korábban adatik majd. A diákok rendhagyó énekórák keretében a különböző zenei műfajokban használt hangszereket, az irányzatok, a stílusok kialakulását és sokszínűségét ismerhették meg. Azt szeretnénk megmutatni, hogy az éneklésről, a dalokról, a hangszerekről, egyáltalán a muzsikáról egy kicsit máshogy is lehet beszélni, mint hogy az énekórák ezt lehetővé teszik. És ezek általában nagyon sikeresek szoktak lenni. Ez mindig délelőtt van, erre szervezetten érkeznek a csoportok, tehát hogyha eljön egy iskolás csoport, akkor meghallgat egy ilyen órát, aztán pedig egy órában a hangszereket tudja simogatni. Ha ezzel elértünk valamit, és emiatt máshogy fognak a zenéhez állni, akkor az talán már sikernek tekinthető. De az igazi siker az tényleg az lenne, hogy ha majd
20 év múlva valaki a BS-be vagy az akkori nagy stadionba koncertet tart, és azt mondja, hogy amikor először egy hangszert a kézben, gitárt fogtam a kezembe, akkor azt fogjuk mondani, hogy megérte. Az nagyon érdekes szokott lenni, hogy ugye, ahogy eljönnek iskolás csoportok, sok városban délután felbukkannak nyugdíjas csoportok, és ugyanúgy tudnak örülni, viselkedni, hangszert kipróbálni, zenélni, mint a gyerekek. Illetve az is látszik egyébként, hogy az ezüsthajú generáció, aki nem engedhette meg fiatal korában, hogy hangszert vagy az eljön, és azokon látszik, hogy ők kipróbálják, és majd elmennek egy hangszerboltba, illetve ami nagy tapasztalat, hogy nagyon sok helyen a középiskolásokat, akik délután eljönnek, egyszerűen nem lehet hazazavarni, nem lehet 6-kor bezárni, mert itt töltik az egész délutánjukat. Nem volt ez másként a dombóvári hangszert a kézbe kiállítás alkalmával sem, ahol az érdeklődők ingyenesen próbálhatták ki a hangszereket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!